A muzsikás együttes tartott rendhagyó énekórát április 6-án a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola aulájában. Az eseményen az alsó tagozatos diákok, illetve a leendő elsősök ismerkedtek meg olyan népi hangszerekkel, mint a tambura, a hosszú furuja vagy éppen a gyimesi ütőgardon. Az interaktív órán a közös éneklésen túl Bartók Béláról és Kodály Zoltánról is sok érdekességet hallhattak a gyerekek. Az együttes 2004 óta járja az országot, és több száz iskolába ellátogatott már, ezzel is átadva a magyar népi kultúra egy kis szeletét a fiatal generációnak. Közösen énekelünk is. Nagy dolog, mert fölhívjuk a figyelmeket arra, hogy vannak olyan dalaink, amik több mint 1000 év óta kísérik a magyarságot. Elcsodálkozunk. Tudtok ilyet? Hát nem tudják. És kiderül, hogy amit ismernek nagyon jól, Hely-Dunáról fúj a szél, vagy érik a szöllő, és ezt ragyogóan telítüdővel éneklik együtt a zenekarral, és megmarad bennük, hogy ez micsoda értékes kincs.